Szudoró. Nem szabad. Illetve hát lehet, hogy most letírt a mini manó, nem tudom. Szép estét kívánok! Vas megyéből üdvözölsz. Köszönöm szépen, üdvözlöm Vas megyét, minden emberi tagját. Szeretettel. Igen, nálanok fellépés teljes mértékben. Muzitex, szia, puszilnak. Igen, sajnos elhúnyt Tibi Kebló, igen. Kedvenc ételeim közé sorolhatók, hát az ilyen ingyen tengeri dolgok. Azon kívül pálma és sonkát szeretem nagyon sárga dinnyével. Libacom, párolt káposzta burgonyapürével. Nagyon szeretem a szabolcsi töltött káposztát, amit eléggé jól is tudok megcsinálni. Attól függetlenül a székely káposztától kezdve minden meg tudok csinálni. Szeretem a majdnem minden fajta ételt amúgy, de hát vannak kedvencek. Hol, halászfél, bisztek, tatárbisztek. Azt makadtam, tatárbiszteket adtak szállt családtagomtól. Nagyon szépen köszönöm neki. Azért jövök a rányokhoz mindig három hetente, hogy akkor elhalmoznak minden finomsággal, jóval minden a gyermekeim. Persze. És hát a vejeim. De Kaposvárra is majd fogok menni. Köszönöm szépen a részvénynyilvántartást. Soha nem vagyok féltékeny senkire, szeretném mondani. Én Pivenette vagyok, és a világ legszebb hölgye voltam, és leszek, és maradok koromtól függetlenül. Szeretném mondani, az én pályafutásom, ami 40 éve tart, gyönyörű szép volt, én is gyönyörű szép voltam, vagyok, és leszek is szép. És jó lelkül szerintem az, hogy volt egy kis kiborulás pontosan, hogy mindenkinél van. Igen. Hát vannak műsorok, külön-külön-külön vagyunk, és hát most nincs pandémia, megműtöttek, majdnem meghaltam, úgyhogy mit mondjak nektek, nagyon nehéz műtétem volt. Köszönöm szépen. Hát igen, a sikló kígyó az szablakomba volt betéve. Sajnos. Valaki betette egy döglött siklót a szablakmárkányomra. Még utána bedobtak a kisházba egy ilyen ekkora patkányt. De szegény megdöglött. A patkányit osztam, és egy darab patkányt dobtak be, igen. Nem volt több. Ez aztán nagy patkány volt. Szia, drágám! Rájvozom, igen. Hát, elképzelhető, hogy lesz, úgyhogy most lehet, hogy készülök arra, hogy lesz. De ehhez kellenének jó előadó művészek. Hát, amit sajnos nem nagyon tanálok meg. De majd hirdetni fogom, hát, ha jelentkezik egy pár darab. Jó volt, ott van a YouTube-on, nézzétek. Igen. Figyelj, de ember, ez a nő, aki beszél hozzád, a világ minden táján megélne. Németül, angolul, olaszul, görögül, franciául fecsegek. Elég annyit fecsegni, hogy megéljek, drága kicsikém. Rendben. De irigy majom, szájú kutya. Ne. Bébi Tamás vagy mi vagy te? Menj, azt feküdjél magadnak. Légy szíves, jó éjszakát kívánok. Hát így van. Na, szia. Hello.
Hello, Kasia. Hol vagy? Most miért mutatod ezt a színpadot, vagy mi ez? Díszletet. A szekrény. Ja, szekrény. Aha. Hogy van a szekrényed? Jó, de van itt 10, ez is. Tessék? Jaj, de Hédi! Van itt 10 is. Jaj, de szív! Szia, édesem! Jaj, de gyönyörű kutya! Jaj, de szép! Milyen fajtájú kutya? Border Collie. Gyönyörű! Jaj, de édi vagy! Nagyon szép! Köszönöm szépen, hogy megmutattad! Csak a sikló kutyai kigyót nem mutasd meg. Mennyi egy éjszaka fellépés? Hát 300 000-től kezdődik kicsikén. És plusz úti költség, plusz még a fájdalom, díj esetleg, hogy fent kell lennem éjfél után, plusz magasodik a gázsi. Hát az olyan 500 000 drágán. Kb. Hát benne van a három talán. De megyek majd Kaposvára. 2 perces fellépés olyan nincsen, drágám. 2 perc alatt sehova nem lehet odaérni. 2 perces fellépés, mondom, 300 000 forint. Két Téged hányan percenként. néznek? Jó? Nem. Téged hányan néznek? Két és fél perc. Hát általában egy dal 2 és fél perc, de még amíg az ember a tett helyre ír, és amíg felöltözik, és ugyanúgy rendbe teszi magát, stb. Tehát az ugyanaz a gázsi. Nincs olyan, hogy fél perc, vagy 3 perc, vagy 10 perc. Úgyhogy én voltam már, nyitok, meddig voltam a színpadon. 9 percig voltam a színpadon, és azért kaptam 350 000 forintos gázsit. Plusz itt a költséget. Igen. Katalin bébi, te ne írj ilyet. Na, Beethoven. Ez is van. Hello? Hello, hello, hello. Hello? Igen. Na, nem maradtunk. Köszönöm szépen. Nem tudok mit csinálni azok ellen az emberek ellen, akik engem bántanak. Ezt nem tudom felkutatni, megmérni. Az természetes dolog, hogy vannak rossz indulatú kommentálók is. Arról meg nem érteltek engem, amúgy nem bánt senki. Tisztelnek, szeretnek. Úgyhogy nincs itt gond. Szia, puszikálnak. Jaj. Pösihez, mikor jövök be? Nem tudom, mikor megyek hozzá. De szerintem nem megyek hozzá. Bözihez, nem foglalkozom vele. Általában a temetőnél szoktunk találkozni, mikor a férjem sírjához kimegyek. Néha, de nem foglalkozom vele. Ja.
Hogy hol lehet kapni ilyen önbizalmat, magabiztonságot? Elmondanám, hogy hol lehet kapni te önmagadat, hogyha szereted és tiszteled, karban tartod. Annál szebb nincs. És én egy nemes hölgy vagyok, és a karban tartok, ne lehet megrendelni. Tanulni kell egy életen keresztül ezt, és ezzel megszületni kell. Ezt tanulni nem lehet, átadni nem tudom. Ahogy megszülettél, ahogy kialakítottad az életedet, illetve a szüleid, amit tanítottak veled, az azzá váltál. Általában harcias csaj vagyok, nem hagyom magam, ezért viselkedni szeretnék jól bevágódni nálatok, úgyhogy sziasztok, drágáim! Jó estét kívánok! Nagyon-nagyon szeretnek engem amúgy a tisztelt emberek, nagyon-nagyon sok helyen fordultam meg, például mostanában is. Mindenki csak néz, mosolyog. Kapom a kedves szavakat, szelfik, nagyon örülnek nekem, és hát nem bántanak, mert nincs miért. Igen. Hát aki megbánt, az meg tudjátok, hogy hülye. Na. Na, várj, mi? Köszönöm szépen, hogy a kedvenced vagyok. Nem énekelek most semmit, sem nem oda-haza vagyok. Ilyenkor már 10 óra elmúlt, 22 óra elmúlt. Ilyenkor már itt Budapesten nem lehet énekelni. Ez nem vidék. Nem a vidéki kis házamban vagyok. A luxus putrimban. Itt egy luxus házban vagyok. Luxus szomszédokkal, akik ilyenkor már alszanak. És nagyon csend van. Én elsődleges műsorvezető vagyok, szeretném mondani. Micsoda? Hát azt Panók Lajos mondja, Panók Lajos az soha nem mond igazat. Panók Lajos az rosszabb, mint Irénke. Úgyhogy fedezzétek fel és dobjátok a forjúba a Panók Lajost. Panók Lajos soha nem mond igazat. Csak sztárolja magát. Velem együtt én is sztárolom magam, hogy sziasztok. Hát ez hogy áll ez a ruha? Ilyen divatos valami ruhát vettem. Vagy ide lóg, vagy oda lóg, vagy mit tudom, mit csinálom. Én nem most vagyok celeb, én már régóta celeb vagyok kicsikén. Szerdán leszek megint a LTL-ben. A top 10. Úgyhogy a top 10-et azt vezetem. 12 éve, akkor most 10 fér bele, és hogyha 12 éve ott vagyok, akkor szerintetek ki itt a celeb? Nem Paraga Irénke. Azt tud én. Semmi gond nincsen. Igen. Én egy nagy celeb vagyok, egy trash celeb. Köszönöm. Mi a véleményem arról, hogy a Irénkét, hogy miért bántsák, és ki bántsák? Hát erről nincsen most véleményem, de egy fiatal ember van, aki elmondta, azzal viszont egyetértek. Irénke sokat bántott engem, 3 évig szívott, mostanában nem szív, remélem, hogy nem szokott róla. Mit használják, hogy ilyen a bőröm? Ásványvízzel mosom meg a bőrömet. Ásványvízzel, és hát krémet használok. Hidratáló krémet használok. Putereket nem használok, tehát nincs most egyáltalán egy hidratáló krém sincs.
hogy mondjam, sok folyadékot iszom. Alkoholt nem fogyasztok, és nagyon finomokat eszem. És imádom a testemet, önmagam, és vigyázok rá. Tehát ez a Jóisten teste, tőle kaptuk. Porból lettünk, és porrá válunk, és erre vigyázni kell. Ezt üzenem mindenkinek. Ápoljátok a bőröteket már 20 éves kortól. Rendben? És akkor ilyenek fogtok lenni 65 éves létetekre, mint én. Vagyis 62, bocsánat, valaki mindig azt mondja, hogy 65. 62. Régen, mikor 20 éves voltam, már akkor kezdtem el nagyon ápolni a bőrömet, és akkor ez itt van, itt van az a dolog, hogy hálás az élet. A másik, hogy abban hinni kell, hogy 38 évesen szültem a második gyermekemet, és visszafiatalodtam, és hormonilag is. Tehát érdemes szülni, hölgyeim. 30 éven felett is. Rendben? Hát az hülyeség, amit mondott a panok. Maraság. Meg az a beteg asszony, hát az mit látott? Látta a kis zöld vödröt, meg az, hogy nagyon be volt gyógyszerezve, meg alkoholizálva a csaj. És vittem neki, mert ugye hány ingere volt. Igen. Nem jó? Jól vagyok, köszönöm szépen. Na, igen, tényleg elmúlt tipikebb próbálom, Isten nyugtassa. Persze. Na, írjad be még egyszer, és akkor válaszol a Csabi Csabó. Szia, Csaba Csabó. Én buszmegállókban nem szoktam felépni, úgyhogy ne nagyon sértegessél, vicce. Nem, a szemcsire rájönnek a fények. És nem látok nélkül a kicsikön. Nem mindenkinek válaszolok, ha én nem tudom lekövetni, hogy mit írtál, mert nagyon gyorsan mentek, itt fut egy ilyen szalag. Nem tudok mindenkinek válaszolni. Igen. Én kis szerbűvész vagyok, igen. Káolaszi, jól van, igen. Nem látom a kisbetűket, nem vagyok szemüveges amúgy, de a kisbetűkhöz kell a szemüveg titkárnősét, tudjátok. Igen, üdvözöllek, művész vagy és zenész. Jó estét kívánok. Jó a zene? Hát a lányok itt a fejemen amúgy nem mászik semmi, itt a felkötött kis vízumáskám van. Nagyon meleg lett. De meleg volt. Mai napon kérem szépen. Jó estét kívánok, készlet, kérem szépen a hölgy. Igen, igen. Igen. Különben fogok nyitni egy ilyen akvarém kozmetikát, műköröm szalont, és ilyesmit szeretném bejelenteni. Rendben. Olyan még úgy sincs, úgyhogy. Hát most kevesen. Nekem soha nem menedzserem az Irénke.
Én vagyok a menedzsere ilyenkének. Ja, figyelj már. Homályosítják a telómat, nézd. Most aprikára vörös papnő. Meg a matászok, evigyetek innéten. Ne üregítsétek az én szép bőrömet. Takarod es. Bocsi, azoknak. Melyik lehet a youtuber este? Fáj a fejed? Pihenj egy kicsit. Gyerek, tehát. Húzás ki. Na, ne. Most maradt csöndben. Vegyél be egy fájdalomcsillapítót, és pihenjen el, ugye? Nem vagyunk rosszban, amúgy Irénkével. Nagyon jobban vagyunk. Imádjuk egymást. Itt van Irénke nálam. Mi? Jól van. Szóljál már Irénkének, jöjjön neki. Irénke? Irénke, gyere ide! De most! Sziasztok! Még? Azt mondta, nem jön. Mondom, nem szoktam álkolózni, mert nem. Rá, tegyük ki a gyomrodat. Azt a kutya mindenit. Na, elütse a helyedre, én inkább feküdj már. Lacival ma éjjel én alszom. Antal lakatos, a ráv megeszégette Antal lakatos. Lene, egyele a kocsák fejedet, az Antal lakatos. Érted? A kocsák fejedet, egyele a franc. Na, ezt a nőt szeretitek? Jó van akkor. Szia, drágám. Lajos, szia. Dobja be egy pár darab, de ne legyen olyan hangos, mert alszik a pici. Tudjátok azt, hogy az, aki ezt csinálja velem, mit kap? Hogy mit kap? Mert ez mindenen túlmegy. Igen, Irénké? Minden határon. Persze. Igen. Igen, igen. Igen. Minden határon. Igen. Én most meghallgatok mindent. Igen. Elkapjam azokat, akik ezeket eztet csinálják. Igen. Ne mozgass meg semmit, én csinálom te. Én vagyok a Matheszos, Peti, Amadén, a vörös papnő és minden. Most elkapom azt a valakit. Itt vagyok, Katja. Lehet küldeni a mérget feleket, amikor már idegileg ki vagyok. Wow. Igen, Irénkén. Na, ezt csípitek? Jó van. Nem baj, drágám, hát persze, hát a bolondokat többen nézik, mint a normális embereket. Azt vettem észre, hogy Opic Barbarának is ugye vannak itt éve jó dalok, nagyon kevesen nézik. A legjobb, legnagyobb sztárokat nem nézik. Mert nem. Most Irénke a célpont. Őt nézik, igen. Sokan. Na, tessék, itt van ez az úser. Na, téged tiltalak, aztán mész a levesbe. Na, jöttél csődbe, haver. Te vagy az egyik youtuber. Na. Csákány van. Szia, uram. Hát elfiltottam, rohadjon ki a bele. Szia, uram, műfosod. Nyisd már, ne mondjad már, na a kereszt. Na a kereszt, Super Mendes. Na a kereszt, Super Mendes. Úristen! Basszus, ahogy jött ki, beütötte itt a szélet, és nem kitolt a lábát.